Ma reggel. Some of my favorite verses. Be is fejezzük ezt a nagyszerű fejezetet. Az egyik kedvenc fejezetem ez. We've been talking about the role of Christians and churches and you know, what are our liberties, what can't we do? Ugye mostanában sok szó esett a gyülekezetekről is, meg a keresztényekről is, meg hogy milyen szabadságunk van nekünk, és mi az, amit megtehetünk, mi az, amit nem. Chapter 8, Paul concluded the subject by saying, I'm free, however, I won't use my freedom to stumble somebody else. És a 8. fejezetben ennek a mondani valóját azzal zárta Pál, hogy én szabad vagyok ugyan, de nem akarom a szabadságomat arra használni, hogy mást megbotránkoztassak. And in chapter 9 he gave an example. A 9. fejezetben pedig adott erre példát. The example was this. Paul says, I have freedom to receive financial compensation from the church as an apostle, but I'm not going to do it. A példa pedig úgy szólt, hogy nekem szabadságom van arra, hogy pénzügyi juttatásban részesüljek apostolként a gyülekezettől, de úgy döntök, hogy ezzel nem fogok élni. So Paul's first example was an example of what he was not, or rather a liberty he had that he would not use. Tehát Pálnak az első példája arról szólt, hogy ő neki valamire szabadsága volt, de nem kívánt azzal élni. Now, this second half of the chapter, he's going to flip that and he's going to talk about the liberties that he has that he will use to bring people to Christ. A fejezet második felében pedig mindezt megfordítja, és arról kezd el beszélni, hogy bizonyos dolgokra szabad, és ezzel a szabadságával élni is fog, annak érdekében, hogy embereket megnyerjen Krisztusnak. Paul saw Christian liberties as a means by which to reach people with the gospel. Pál úgy tekintett a keresztények szabadságára, hogy ez egy eszköz, amivel az embereket el lehet érni Krisztusért. So when in the context then of liberties, when we speak about Christian liberty for our own personal benefit, well, that's not what Paul had intended. Tehát amikor mondjuk arról beszélünk, hogy én keresztényként mire vagyok szabad, a saját javamra, akkor Pál nem csak ezekről a dolgokról beszél. No, he saw freedoms as a means by which we could reach people. Hanem ő úgy tekintett ezekre a szabadságokra, hogy ezek eszközök arra, hogy elérjük az embereket. And I want you and I to see this within two sets of framework. The first one is personally, the second is corporately as a church. És szeretném, hogyha ezt két összefüggésben is látnánk, az egyik a személyes vetülete a dolgoknak, a másik pedig így közösen, gyülekezetként, hogy ez hogy működik. These are verses and I've heard and been so blessed by teachings from these verses, and I've also taught these to missionaries or prospective missionaries for many years. Egyébként ezek az igeversek, amelyekkel ma fogunk foglalkozni, számomra is az elmúlt időszakban nagy áldást jelentettek, meg sokszor szoktam ezt idézni, például amikor misszionáriusoknak tanítok. Great verses on how to live within a culture. Nagyszerű igeversek, amelyek arról szólnak, hogy hogyan éljünk egy bizonyos kultúrában. But I think there's this other side of it, and that is for us as a church, how are we as a church going to live within the culture of Budapest? De szerintem van ennek egy másik oldala is, amikor azt vizsgáljuk, hogy mi gyülekezetként hogyan éljük az életünket itt Budapesten, ebben a kultúrában. What place does a church have in this modern world, in our city? És eleve az egyháznak hol van a helye a napjaink modern világában és ebben a modern városban? Of course, for many people, the church has no contribution whatsoever in their thinking. Persze sok ember számára az egyház abszolút semmit nem nyom alatban az ő gondolkodásukban. So, I guess the first question, and we should answer it right away, is what do we have to offer the city? Tehát az első kérdés, amit azonnal meg kéne válaszolnunk, az, hogy mit is tudunk mi kínálni a városnak. You know, I mean, it's something we should ask ourselves. Do I have something to offer people? Ez olyas valami, amit érdemes feltennünk magunknak kérdésként, hogy van valami, amit én tudok nyújtani az embereknek? And the answer is so simple. We have Jesus. És a válasz nagyon egyszerű, mert hogy a miénk Jézus. We have the gospel. Eternal life. Nálunk ott van az evangélium, az örök élet üzenete. Oh, maybe not everybody is, you know, coming to you saying, you know, I want to be saved. What do I need to do? Lehet, hogy nem minden nap tapasztalod meg azt, hogy hozzád jönnek oda emberek és megkérdezik, hogy én szeretnék üdvözülni, mit kell tennem. They may not see their need, but the answer is still the same. The world needs Jesus Christ. Lehet, hogy nem ismerik fel a saját szükségletüket, de a válasz attól még ugyanaz, hogy a világnak Jézus Krisztusra van szüksége. And we know Jesus and we can make him known. Mi pedig ismerjük Jézust, és meg is tudjuk őt ismertetni másokkal. I think that every church in this city that loves Jesus and loves his word, szerintem minden gyülekezet ebben a városban, amely szereti Jézust és az ő igéjét, we'll all say the same thing.
egy emberként fogja ugyanazt mondani. We love God and we want people to know Christ. I mean, you know, just, it's a broad thing that we, that's what we all want. Hopefully. Mégpedig azt, hogy mi szeretjük Istent és azt akarjuk, hogy a világ megismerje Krisztust. Ez ugye egy megint egy elég tág fogalom, de remélhetőleg mindannyian erre vágyunk. You know, we have eternal truth. Nálunk van az örök igazság. But what I believe Paul is talking about goes beyond just having truth. De szerintem amiről Pál itt beszél, az túl megy azon, hogy pusztán nálunk van az igazság. Paul is going to talk to you and I today about taking the truth and contextualizing it into the culture. Pál ma arról szeretne nekünk beszélni, hogy fogjuk az igazságot, és azt tudjuk megfelelő kontextusában elhelyezni az adott kultúránkon belül. So it's not only having truth, but it's now bringing truth in a way that is understandable, relatable within that culture and subculture that you're reaching. Vagyis ez most már nem csak arról szól, hogy a mi birtokunkban van az igazság, hanem arról is, hogy fogjuk ezt az igazságot és érthetően prezentáljuk abban az adott kultúrában, amelyben élünk, vagy abban a szubkultúrában, amelyet szeretnénk azzal elérni. So here's the end of it all. We want to bring people to Christ. Szóval alapvetően a cél az, hogy az embereket megnyerjük Krisztusnak. Okay? I want to love God. Ugye szeretném szeretni Istent. Again, I want to know him. Meg akarom őt ismerni. And then the overflow of that will be that others would be one to Christ. És aztán ennek a folyamánya lesz az, hogy másokat megnyerek Krisztusnak. Paul is not consumed here with like doing things in order to prove his Christianity. He's talking about this great overflow of his faith. Pál itt nem arról beszél, hogy egy csomó mindent tegyünk azért, hogy valahol igazoljuk a saját keresztény voltunkat, hanem inkább arról beszél, hogy ahogy mi próbáljuk Istent szeretni és megismerni, ennek a folyamánya lesz természetesen az életünkben mindez. If I want to win people, I need to ask myself, what's going to be the most effective way to win them? Ha viszont szeretném megnyerni az embereket Krisztusnak, akkor fel kell tennem a kérdést, hogy a leghatékonyabb módja ennek mi. And this is a question again, as I said, of culture and of context, and let me define those two terms. És itt most megint a kontextus és a kultúra kérdéséről van szó, és most hagyd definiáljam ezt a két fogalmat ebben az when esetben. I speak of culture, that's the overall world view of a people, group or a place. Amikor a kultúráról beszélek, akkor arra gondolok, hogy egy adott helyen, egy adott társadalomban az embereknek általában mi a világnézetük. The context speaks about a subgroup of people within the culture. Amikor pedig a kontextust emlegetem, akkor azon a kultúrán belül az embereknek egy bizonyos alcsoportjára gondolok. And so we need to, as a church and as people, ask ourselves, am I being understood within the culture and within the context of those I'm trying to reach. Tehát egyen-egyenként is fel kell tennünk magunknak a kérdést, meg gyülekezetként is, hogy ha figyelembe vesszük azt a társadalmat, amelyet el szeretnénk érni, és mondjuk azt a célcsoportot, akiket el szeretnénk érni, akkor sikerül-e érthetően prezentálnunk azt, amit nekik mutatni akarunk? Például, let me give an example of this. If my context, if the group I'm trying to reach is those in the hardcore music scene. Tehát adnék erre egy példát is. As you can tell, that's my group, you know. Hogyha mondjuk kiszemelek magamnak egy célcsoportot, és én ezt a hardcore zenei irányzatot követő csoportot szeretném elérni az evangélium üzenetével, ugye rám van írva, hogy abszolút ez az én célcsoportom. Maybe I'm not gonna do like a piano concert. Akkor lehet, hogy nem zongora hangversenyt rendezek számukra. You know, I'm not going to pass out flyers. I'm going to play the violin for you. Akkor közöttük lehet, hogy nem olyan szórólapot osztogatok, hogy akkor én hegedűzni fogok közöttetek, mondjuk koncertet adok. Maybe if I want to do an outreach, I need to plan to get a hardcore band. Tehát lehet, hogyha evangelizációt tervezek az ő körükben, akkor egy ilyen hardcore zenei irányzatot képviselő bandát kell meghívnom. You know, we have a wonderful group that goes out and reaches out to some retirement homes in the city. Van a gyülekezetünkben egy csodálatos csoport, akik rendszeresen járnak idősek otthonába, hogy ott szolgáljanak itt a városban. They do some great outreaches. És hát nagyszerű evangelizációs alkalmakat rendeznek. Maybe we won't take a loud rap band to the retirement home. Na már most lehet, hogy az idősek otthonában meg nem egy ilyen hangos rap bandát viszünk magunkkal. Esetleg talán nem. Maybe they would like it. You never know. Lehet, hogy tetszene ott az időseknek ez is. Nem tudhatja az ember. Now, Paul is going to talk to you and I about how to contextualize the gospel, how to make it relevant to the people you're trying to reach. Tehát Pál arról szeretne nekünk beszélni, hogy hogyan tudjuk megfelelő kontextusában elhelyezni az evangélium üzenetét egy adott társadalomban, hogy az érthető legyen azok számára, akiket el akarunk érni, hogy ahhoz tudjanak kapcsolódni. But let me say this at the very beginning. De már az elején leszögezném.
Ultimately, the gospel is the power of God into salvation. Hogy alapvetően az evangélium maga Isten ereje az üdvösségre. We're not putting trust that people will get saved if we relate to them the best. Ez nem arról szól, hogy az emberek, hogy abban bízunk, hogy az emberek akkor fognak üdvözülni, ha a lehető legjobban tudjuk számukra prezentálni az üzenetet. No, it's the gospel. Nem, ez az erő önmagában az evangéliumban rejlik. Paul is going to talk to you and I about doing everything we can to make it as easily presented as possible. Pál viszont arról beszél nekünk, hogy tegyünk meg mindent tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy a lehető legkönnyebben emészthető módon tudjuk az adott célcsoportnak prezentálni. When I lived in Kaposvár, we had a rap group and we did a big old concert. Amikor még Kaposváron éltünk, akkor valóban meghívtunk egy rap bandát és egy hatalmas nagy koncertet rendeztünk. All these young people came out, it was great. Rengeteg fiatal jött, nagyon jó volt. We gave a gospel invitation at the end. És a végén aztán ugye elmondtam az evangéliumot, és felhívást intéztem hozzájuk. First person forward. Seriously, hundreds of kids. The first person forward was one of the moms. És több száz fiatal volt jelen, és az első ember, aki reagált erre a felhívásra, hogy fogadja be Krisztus, az egy édesanya volt. And maybe she likes rap. I don't know. És nem tudom, lehet, hogy szereti a rap muzsikát. No, she does. She's still in the church in Kaposvár. We're really good friends. She loves the Lord. She gave her life to Christ at a rap concert. I still joke with her about that. Tudjátok, egy kedves barátom, mind a mai napig a kaposvári gyülekezetbe jár, és hát azóta is azzal húzom, hogy hát igen, annak idején egy rap koncerten adta át az életét Krisztusnak. Whenever I'd see her, I'd be like, yo, you know? És mindig ezzel cikizem, amikor találkozunk. You know, she hated the rap music, but she wanted to take her kids. Ő ki nem állhatta ezt a rap zenét, de a gyerekeit szerette volna elvinni erre a koncertre. But the gospel is the power of God into salvation. Tehát az evangélium Isten ereje az üdvösségre. So we don't put our hope that if we are the most relevant, then we'll be, you know, then everyone will get saved. Doesn't work like that. Szóval nem abban reménykedünk, hogyha a leginkább sikerül megragadnunk az emberek figyelmét, majd akkor lehet a leghatékonyabban mindent elérni, mert ez nem így működik. Paul, let's pick up in verse 19, says, though I am free from all men, I have made myself a servant to all that I might win the more. Pál azt mondja a 19-es versben, mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. And this is from the idea in Exodus chapter 21 of a bond servant. Paul says, I willingly make myself a slave, even though I'm free. És ez az elképzelés a 2 Mózes 21-ből származik, amikor a rabszolgákról beszél az ige. És hát Pál azt mondja, hogy én tudatosan rabszolgává teszem magam, hogy minél többeket megnyerjek. And Jesus would give us that ultimate example when in Mark 10 he said, if you want to be the chief of all, learn to be the servant of all. És hát Jézus volt ennek az iskola példája, amikor a Márk 10-ben azt mondta, hogy aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. And then he said, I came not to be served, but to serve and to lay down my life. És aztán hozzátette, hogy én nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és hogy az életem adjam másokért. That's the ultimate example of what it means to be a servant. Ez a legnagyszerűbb példája annak, hogy mit jelent szolgának lenni. No greater servant than Jesus. Nem is volt nagyobb szolga Jézusnál. Paul learned from Jesus and he says, I'm free, but I will make myself a slave that I might win some. Pál pedig tanult Jézustól, és ezért mondja azt, hogy beáll, én mindenkivel szemben szabad vagyok ugyan, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. I'll put myself under whatever rules and regulations that people group needs in order for me to bring them to Christ. Én hajlandó vagyok magam alávetni bármely szabálynak és feltételnek, amelyet az a bizonyos csoport szab, amelyet én szeretnék elérni, annak érdekében, hogy megnyerjem őket Krisztusnak. This is the overflow of a Christian who knows Jesus. Tehát ez egy olyan keresztény ember életének a folyománya, aki ismeri Krisztust. Proverbs chapter 11 verse 30 says, he who wins souls is wise. A példabeszélek 11:30-ban azt olvassuk, hogy a bölcs lelkeket nyer meg. It's wisdom to want to win people to Christ. Ez bölcs dolog, hogy mi szeretnénk embereket megnyerni Krisztusnak. You are, when that's your heart, you are directly in line with God's heart. Tehát ha ez van a te szíveden, akkor az egyben összhangban áll Isten szívével. And that's why as a church we're really aggressive in wanting to see the Lord,
you know, save people and even in church planting all over the city. És ezért gyülekezetként igen aktívan törekszünk arra, hogy lássuk az embereket megtérni Krisztushoz, és ezért igyekszünk gyülekezeteket is plantálni a város különböző pontjain. We have missionaries in Africa, ministers all over the country from the church. We want to see the gospel get out to the people. Ezért vannak misszionáriusaink Afrikában, ezért vannak pásztorok, akiket kiküldtünk mondjuk ebből a gyülekezetből, vagy őket támogatjuk ebből a gyülekezetből országszerte, mert szeretnénk, ha az üzenet elérne az emberekhez. We have evangelism teams going out regularly to preach Christ. És ezért vannak evangelizációs csapataink is, akik rendszeresen járják a várost, hogy elérjék Krisztussal az embereket. Our IFI and our Kish IFI and some of our home fellowships go out and go on trips all the time. Az IFI-nk, a Kish IFI-nk, aztán vannak olyan házi csoportjaink is, akik folyamatosan különböző ilyen célzatú utakra indulnak. Why? Miért? Well, to show they're really good Christians, right? Azért, hogy megmutassák, hogy mennyire jó keresztények. No. Nem. It's because people need Christ. Hanem mert az embereknek Krisztusra van szüksége. It's just that simple. Ennyire the world egyszerű. Needs Christ. A világnak Krisztusra we van have szüksége. Christ, we get him out. Nálunk, nekünk már megvan Krisztus, és szeretnénk ezt mások felé is közvetíteni. In this city right now, there's three, we have three Golgota churches. We have one in Békésmegyer, and now in Délpest, and of course, itt vagyunk. Ebben a városban is már három Golgota gyülekezet működik, egy Békésmegyeren, egy Délpesten, és hát itt vagyunk mi is. Our vision is to see more around the city. In September, and we'll be talking more about this, in September we're going to be beginning a new work in the 11th district. A víziónk pedig az, hogy még több ilyen gyülekezetet lássunk a város különböző pontjain. És hát erről majd több szó esik majd a későbbiekben, de szeptemberben egy újabb gyülekezetet szeretnénk elindítani a 11. kerületben. Called Golgota 11. Az lesz a neve, hogy Golgota 11. We're nothing but original. Vasárnap Pesti, Golgota 11. Yeah. Megint sikerült valami nagyon eredetivel előállnunk, tudjátok, vasárnap este, hétfő este, Golgota 11. We're excited about this. We're excited about how, you know, the Lord would want to save more people. De izgatottan várjuk, és hiszem, hogy Isten szeretne több embert üdvözíteni. And you know, we love this building, but you know, we don't want everybody just coming to this building. We want to get out to where people are at. És mi szeretjük ezt az épületet, de nem akarunk azzal megelégedni, hogy az emberek jönnek ide hozzánk ebbe az épületbe. Mi ki akarunk menni hozzájuk az üzenettel. Look around the room. How much more growth can we handle in this service? Hát nézzetek csak körül, mennyire tudnánk még elviselni a további növekedését a gyülekezetnek. Egy. Got too hot. I mean, you know, we're talking about 10, 15 people. This service is too crowded. Third service is getting too crowded. If you come to first, there's room, by the way. Igaz. Körülbelül olyan 10-15 szabad hely van még most itt ezen a második istentiszteleten. A harmadik istentisztelet is kezd betelni. Egyébként, ha 8-asra jönnétek, ott még van szabad hely. But it's so funny, because first service people, that they're here the earliest, they are the most awake. De tudjátok, ez azért is vicces, mert az első alkalomra, akik jönnek, mi except for, excluded. Except for Edo. Mert tudjátok, az is érdekes, hogy akik az első alkalomra 8-asra járnak, az összes többi ember közül ők vannak a leginkább ébren, a tolmács kivételével, de az más. She's at the pulpit, she has to tell the truth. Igen, itt a pulpituson, itt muszáj igazat mondani. Okay, third service is the funniest because it's 12 o'clock and people still come in looking all tired. De a legviccesebb az a 12 órás alkalom, mert jönnek az emberek, és még mindig ilyen teljesen álmos fejjel beülnek ide. What time did you go to bed at? 8 in the morning. És megkérdezett tőlük, hogy mikor feküdtél le? 8-kor reggel. You know, nagyon vicces. Great. I love that group, that's so awesome. Szeretem azt a csoportot is, egészen sajátságos. I love that. So listen, we need to be out, we need to see that, you know, it's not about, you know, how many people we can just fit in a building. It's about reaching the city with the gospel of Jesus Christ. De látjátok, ez nem csak arról szól, hogy hány ember tudunk bezsúfolni az épületünkbe, hanem arról is, hogy megyünk ki közéjük az üzenettel, hányat tudunk elérni Jézus Krisztusért. And I tell you, if I make the focus of this church just trying to get more people into here, we will be ineffective. But if we make our focus to reach more people for Christ, this building will always be full. És tudjátok, ha pusztán arra összpontosítanék, hogy minél több embert be tudjak zsúfolni ebbe az épületbe, akkor nem lennék hatékony. Ezzel szemben, ha arra összpontosítok, hogy minél több embert odakint elérjünk az üzenettel, akkor
akkor ez az épület mindig zsúfolt marad. And you'll be driving around for 15 minutes during worship trying to find a parking spot. És akkor mindig is az lesz, hogy a dicsőítés alatt 15 percig mész körbe, hogy egy parkolóhelyet találj magadnak. It's always going to be hot in here. És mindig nagyon meleg lesz ide bent. That's just the way it's always going to be, and I love it. It's good. Szóval ha erre összpontosítunk, akkor ez mindig így lesz, és nekem ez tetszik, ez jó. We don't want to reach as many people in the city as is convenient for our building. Nem csak annyi embert akarunk elérni ebben a városban, akik még úgy kényelmesen elszállásolhatók az épületünkben. Who cares about the bit? We want to reach as many people as possible. Kit érdekel, hogy mekkora férőhelye van ennek az épületnek? A lehető legtöbb embert szeretnénk elérni. Jesus wept over Jerusalem. Jézus Jeruzsálem láttán sírva fakadt. And we need that as well for our city. És igazából ez kéne nekünk is a városunkkal kapcsolatban. I truly believe just a group of Christians who weep over a city could change a city. Én tényleg hiszem, hogyha van a keresztényeknek egy csoportja, aki siratja ezt a várost, mert hogy elveszik, akkor el tudja érni ezt a várost. And I believe you are those people. És szerintem ti vagytok ezek az emberek. Én hiszem. I believe God wants to use Golgotha to reach a city. Oh, and all the other churches too. We happen to be here in Golgotha. Én hiszem, hogy Isten akarja használni a Golgotát arra, hogy elérje ezt a várost. És persze ez az összes többi gyülekezetre is érvényes, csak hát azért domborítom ezt ki, mert mi most itt vagyunk a Golgotában. So how? What are we going to do? Verse 20. Szóval hogyan is? Mit tegyünk? 20-as vers. To the Jews I became as a Jew that I might win Jews. To those who are under the law, as under the law, that I might win those who are under the law. To those who are without the law, as without the law. Not being without law toward God, but under law towards Christ. That I might win those who are without law. It's fun to read those verses. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő, pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. To the weak I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, that I might by all means save some. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. That's one of my favorite phrases in all of scripture right there. Ez az egyik kedvenc részem itt a Bibliában. What Paul is saying here in several different contexts is he says, I'm going to do my best to be relatable to the people I'm trying to reach. Mert Pál itt több különféle összefüggésben azt mondja, hogy én megteszem a tőlem telhető legtöbbet azért, hogy valahol kapcsolódni tudjak az emberekhez, akiket szeretnék elérni. And the key word, though it's not in here, but it's the key word running through this entire portion of scripture is respect. És ebben a kulcskifejezés, noha amit felolvastunk, abban konkrétan nem szerepel, de igazából behálózza az egész igét. Tehát ez a kulcskifejezés a tisztelet. If I want to reach certain people, I need to respect those people. Tehát ha bizonyos népcsoportot el akarok érni, akkor tiszteletet kell tanúsítanom irántuk. You know, maybe eating a big old pork sandwich isn't going to be the way to reach the Jew. Tehát lehet, hogy ha a zsidók felé akarsz szolgálni, akkor nem azt kéne, hogy előttük majszolgatsz egy ilyen disznóhúsos szendvicset. You know, oh, this is good. You need Jesus. Want a bite? You know? Jaj, ez annyira finom. Egyébként Jézusra van szükséged. Kérsz ebből is egy harapást. Tehát ez így nem lesz hatékony. Okay. They probably are not going to be interested in Jesus. Lehet, hogy ezzel nem keltett fel az érdeklődését Jézus iránt. We need to respect those we are trying to reach. Tehát tisztelettel kell adóznunk azokkal szemben, akik próbálunk elérni. Too many Christians, you know, act more like Buddhas who are like, you know, I'm a wise person, come and get truth from me. Túl sok keresztény inkább úgy viselkedik, mint egyfajta Buddha, hogy én egy bölcs ember vagyok, járulj elém és tanácsot adok. Oh, you poor, sorry, lost soul. Jaj, te szegény, szerencsétlen, veszendő lélek. I used to be just like you. Én annak idején pontosan ugyanilyen voltam, mint te. Dead and blind. Halott és vak. But I'm here now to help you. De most már itt vagyok, hogy neked segítsek. To help you know Jesus. You hogy hozzásegítselek Jézus megismeréséhez. It can come across very condescending. Ugye ez azért így nagyon úgy jöhet át, hogy lenézem a másikat. It's as if you know you're better than them and you're there to help them their sorry little soul. Ez úgy jönhet át, hogy te jobb vagy nála, és hogy te azért vagy ott, hogy ennek a szegény szerencsétlen párának a segítségére siess. But Paul says to the weak,
I told him to quit being such babies. No, he says I became weak. És Pál mit mond, hogy a gyengéknek meg megmondtam, hogy ne legyenek már ilyen csecsemők. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy az erőtleneknek erőtlenné lettem. I became weak with them. Erőtlenné lettem velük. That's respect. A tiszteletem jeléül. Maybe we could add, you know, we could add to this within, you know, just the context of what Paul is saying is we might want to say to the Muslim, I respected them enough to not be condescending. Lehet, hogy ebben az összefüggésben még kiegészíthetnénk ezt az igeverset azzal, hogy a muszlimot is eléggé tiszteltem ahhoz, hogy ne lenézzem őt a viselkedésemmel. I respected them as people. Emberként tiszteltem őt. I didn't treat them like they're the enemy. Nem úgy bántam vele, mintha ő az ellenség lenne. You know, most Muslims think Christians are the enemy. A legtöbb muszlim így gondolkodik, hogy a keresztény az ellenség. And I have to say, most Christians that I hear think that Muslims are the enemy. És tudjátok, azt kell mondanom, hogy a legtöbb keresztény, akiktől én így hallottam ilyen jellegű utalásokat, meg azt gondolják, hogy a muzulmánok az ellenségeik. And friends, the devil is our enemy. De tudjátok, barátaim, az ördög a mi ellenségünk. Not people. Nem az emberek. Not people. Nem az emberek. We need to respect those that we want to reach. De tisztelnünk kell azokat, akiket szeretnénk elérni. And that's what Paul did. És Pál is ezt tette. Why? Miért? That he might save some. Hogy megnyerjen némelyeket. Paul didn't have a savior complex. Pál viszont nem szenvedett messiás komplexusban. I'm going to save some. Én majd néhány embert megmentek. No, he knew it was the Lord. He knew it was the work of the cross. He knew he was only the human vessel. Nem, ő tudta, hogy ő csak egy emberi eszköz erre, hogy ez a kereszt és az Isten munkája lesz. But he wasn't going to just sit back on all that he knew theologically and say, well, God will save whoever he wants. Viszont arra sem volt hajlandó, hogy az évek során összegyűjtött teológiai tudásán ücsörögjön, és azt mondja, hogy hát majd Isten akkor üdvözít, akit akar. No, Paul says, and listen to the words that he uses in that last sentence there. I have become all things to all men that I might by all means save some. Nézzétek csak, hogy Pál hogy fogalmaz. Mindenkinek mindennél lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Paul would do whatever it took to bring the gospel. Tehát Pál bármit hajlandó volt megtenni, hogy eljuttassa az evangéliumot az emberekhez. Before we start talking about, you know, where the lines that he wouldn't cross, let's talk about how far he would go. Mielőtt arról kezdünk el beszélni, hogy melyek voltak azok a határok, amelyeket ő már nem volt hajlandó átlépni, először nézzük meg azt, hogy meddig volt hajlandó elmenni. For Paul to live like a Jew wasn't very difficult. Pál számára zsidóként élni nem volt nehéz. He was a Jew. Mert ő eleve zsidó volt. He was a Pharisee among Pharisees. He knew how it worked. Ő volt a farizeusok közül is a legnagyobb farizeus, ő pontosan tudta, hogy And God called that guy to be the apostle to the Gentiles, the pork-eating, loving Gentiles. És Isten ezt az embert hívja el arra, hogy a pogányok felé szolgáljon, a nem zsidó emberek felé, akik sertéshúst ettek. I mean, the Pharisee of Pharisees to the Gentiles. A legnagyobb farizeus így megy, hogy szolgáljon a pogányok felé. It's great, it's perfect. Nagyszerű, tökéletes. But when Paul was with the Gentiles, he lived like a Gentile. Viszont amikor Pál a nem zsidók között volt, akkor úgy élt maga is, mint egy nem zsidó. They said, "Hey, would you like to try this food?" And he said, "Yeah." És megkérdezték tőle, hogy kipróbálnád ezt az ételt? Persze, próbáljuk ki. And then there was the whispers, "Paul's eating that food. No way." És akkor összesúgtak a háta mögött, hogy nem már, Pál ezt megeszi. None of our Jewish friends would do that. Egyetlen zsidó barátunk se tenné ezt meg. Paul's not one of our Jewish friends. He's a Christian. De Pál nem egyike a mi zsidó barátainknak, Pál keresztény. He loves us. Ő szeret bennünket. He's willing to give up what he's comfortable with for us. Ő hajlandó a saját kényelmét feladni azért, hogy nekünk jó legyen. Are you willing to do that for others? Ő hajlandó volt ezt megtenni másokért. And are you willing to do that? És vajon te hajlandó vagy ezt megtenni? Paul didn't assess the worth of an individual. Pál nem kezdte latolgatni az egyénnek az értékét. He didn't determine if it was worth his energies to try and reach them. Nem kezdte latolgatni, hogy érdemes volt-e energiát áldozni arra, hogy elérje azt az adott csoportot. I don't know, they're going to be too difficult to reach. It's hát not worth tudom. It. Ez túl húzós lesz elérni ezt az embercsoportot. They're too hard. Nem éri meg. Not worth it. Túl kemény dió ez, nem éri meg. No, what does he say? I became all things to all men that I might by all means save some. Nem, ehhez mit mond? Azt mondja, mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. If I were to ask you, would you give your life, would you give
you know, all of your resources, all of your time, all of your energies to reaching a million people. Ha feltenném neked a kérdést, hogy hajlandó volnál-e erre áldozni az életedet, minden erőforrásodat, minden idődet, minden energiádat, to reach a million people. Hogy elérj egy millió embert. You said, "Whoa, a million people? Yeah, I'll give my life to that." Erre azt mondanád, hogy egy millió embert, persze, hogy erre felteszem az életem. That would be incredible. Fantasztikus lenne. What about 100,000 people? Mi van 100,000 emberrel? Oh, that's a lot of people. Ez is rengeteg ember. That would be amazing. 10,000 people. Csodálatos lenne 10,000 ember. What's your number? Nálad hol ér véget ez a szám? What's the number where you say, "Not really worth it"? Hol van az a szám, amire már azt mondod, hogy na, ezt már nem éri meg? 100? 100? 10? 10? 1? 1? How far are you willing to go? Milyen messzire vagy hajlandó elmenni? And the only question that you need to really ask yourself is, how far did Jesus go? És az egyetlen kérdés, amit igazán fel kell tenned magadnak, az, hogy meddig ment el Jézus? Just for one, he went the distance. Ugye már egyetlen emberért is hajlandó volt hatalmas távolságokat megtenni. És ezt Pál is megértette, és azért mondja, hogy mindenkinek mindenné leszek. Mi annyira szeretnénk, hogy egy olyan életünk legyen, aminek van célja és értelme. Then live to please an audience of one, your Father in heaven. De akkor élj úgy, hogy egyetlen egy embert akarj lenyűgözni, pontosabban magát Istent. And if you reach one person in your lifetime, great is your reward in heaven. És ha az életed során egyetlen egy embert sikerül elérned, hatalmas a te jutalmad a mennyben. If you just labor to preach Christ, but nobody responds, but you laid seeds as God told you to, and you love Jesus, great is your reward in heaven. És ha csak fáradozol egész életedben, de senki nem tér meg Krisztushoz, de te hűségesen veted azokat a magokat, és szereted Istent, ahogy ő arra elhívott téged, hatalmas a te jutalmad a mennyben. That's what Paul was willing to do. Pál hajlandó volt ezt megtenni. That some might be saved. Hogy némelyek üdvözüljenek. Can I remind you of that? Not everyone will respond to the gospel. Hadd emlékeztesselek erre benneteket, hogy nem mindenki fog reagálni az evangélium üzenetére. If you become all things to all men, that you might by all means save everyone? No, not everyone's going to respond. Ha ez a célod, hogy mindenkinek mindenné légy, hogy mindenképp megments mindenkit, akkor tudnod kell, hogy nem mindenki fog az üzenetre reagálni. But some will. De egyesek fognak. And it's worth it for some. És már értük is megéri. Give all to reach some. Adj bele mindent, hogy némelyeket elérhess. If you give some, you'll probably reach no one. Mert ha csak valamennyit adsz bele magadból, akkor talán senkit nem érsz el. Give all, you'll reach some. De ha mindenedet beleadod, némelyeket elérhetsz. Now listen, there are limitations to this. De tudjátok, ennek is megvannak az egészséges határai. There is a line that we can't cross with any context or culture. Van egy képzeletbeli határvonal, amelyen már mi sem léphetünk át. Teljesen mindegy, hogy milyen kontextusban, milyen kulturális környezetben tennénk azt. The line is sin. Ez a vonal a bűn. You can't cross that line, you know. Ezen a határvonalon nem léphetünk át. You know, Paul said to the Jew I became a Jew. He didn't say to the drug dealer I became a drug addict. Ugye Pál azt mondja, hogy a zsidónak zsidóvá lettem, de nem azt mondja, hogy a kábítószerkereskedőnek meg kábítószerfüggővé. It's important, you know. It's ez like, oh, fontos. I want to reach those guys on the corner doing the drugs. Yeah, I'll take a little bit, you know. Én szeretném elérni ezeket a kábítószereseket itt a sarkon, akkor én is egy kicsit szívok belőle. You might be surprised that they don't take your message seriously when you preach, you know. Lehet, hogy aztán akkor meglepetésként ér majd, hogyha próbálsz nekik prédikálni, akkor nem veszik olyan komolyan. Now listen, I've heard weirder stories. I know drug addicts that have led people to Christ. De tudjátok, azért én hallottam nagyon fura történeteket. Ismerek olyan kábítószerfüggőket, akik embereket vittek Krisztushoz. You know, you need Jesus, you know. I've heard it happen. De hallottam erről, just hogy megtörtént. Not the right way. Hogy ugye mondogatta nekik, hogy Krisztusra van szükségetek, és akkor közben ő is injekciózta magát, de azért mondogatta, hogy de Krisztusra van szükségetek. És hát hatékony volt, de nyilván ez inkább a kivétel. You know, there's, you know, you want to reach the Muslims. I used that earlier. I'll use it again. Hogyha már a muszlimokat emlegettem korábban, akkor hadd éljek ismét ezzel a példával. Ha őket szeretnéd elérni, you don't compromise the gospel. Akkor nem szabad felhigítani az evangélium üzenetét. To try to make them feel like, you know, we're closer together than you realize. Hogy azt az érzést kezd bennük, hogy azért a mi hitvallásunk, ezért közelebb áll egymáshoz, mint te gondolnád. They'll say Jesus was a good prophet. Mert ők azt mondják, hogy Jézus egy jó proféta volt. And there are some out there that they just say, yeah, he was a good prophet. He was really good. Let's just talk about the good prophet things he did, you know. És vannak olyanok, akik ezt mondják, hogy Jézus jó proféta volt, és akkor most ebbe az irányba indultok el, hogy ó, igen, Jézus jó proféta volt, és akkor
akkor beszéljünk erről. And maybe you use that as an entrance, but listen, Jesus is the Son of God, he's not just a prophet. Való igaz, hogy ez bevezetőként nagyszerű, ezt meg lehet játszani, de utána óhatatlanul rá kell térned arra, hogy Jézus több volt, mint proféta, ő Isten. My point is, there are some who will go so far in trying to relate that they absolutely lose their message completely. A lényeg az, hogy vannak olyanok, akik hajlandók olyan messzire is elmenni, azért, hogy emészthetővé tegyék az üzenetet, hogy lényegében az egész üzenetnek a lényege elvész. Don't let that happen. És ne engedjétek, hogy ez történjen. You know, we need to be relatable, most importantly, respectful, but we hold to our message. Persze fontos, hogy tudjunk kapcsolódni az emberekhez. Ami még fontosabb, hogy tisztelettel adózzunk előttük, de a legfontosabb, hogy az üzenetünket azért megtartsuk eredeti állapotában. Every culture in the world has good, has sinful, and has redeemable. A világ minden kultúrájában látunk jót és bűnöset és megmenthetőt. Things that are good and you can just grab onto that and use that to reach people. Minden kultúrában látunk dolgokat, amik jók, és ebbe belekapaszkodhatunk és felhasználhatjuk arra, hogy elérjünk embereket. Things that you just can't grab onto. It's just sinful. You just know where you can go with that. Aztán vannak olyan dolgok is, amelyek egész egyszerűen bűnös dolgok. Ebbe hiába kapaszkodunk, ez sehova nem vezet majd. And there are other areas that God would maybe want to redeem within the culture. És aztán vannak olyan területek is egy adott társadalmon belül, amelyeket meg lehet, hogy Isten szeretne meggyógyítani. I've shared with you about William Carey, a missionary to India. Én korábban meséltem nektek William Careyről, aki Indiában volt misszionárius. At a time when they and he witnessed several of these, where when a husband died, the widow would be burned with her husband. És abban az időben volt egy olyan elterjedt gyakorlat, hogy amikor egy férj elhunyt, akkor az özvegyét vele együtt elégették. It horrified him. És többiet látott ő személyesen is, és teljesen ledöbbent. He wanted it to change, of course. És persze, hogy szerette volna, ha ez a gyakorlat megváltozik. So what did he do? Úgyhogy mit tett? Begin a campaign against this? Elkezdett kampányolni ellene? No. Nem. He preached the gospel. Hanem az evangéliumot hirdette. Over and over and over and over, 40 years. Újra, meg újra, meg újra, 40 éven át. He preached Christ. Krisztust hirdette. Because he understood something, and Paul understood something. Valamit megértett, amit Pál is megértett. Bring Christ to the culture, and things will change. Hogyha Krisztust beleviszed az adott kultúrába, akkor megváltoznak a dolgok. Change only culture without the gospel and people still go to hell. De ha egyedül a kulturális szokásokat változtatod meg, az evangélium üzenetét teljesen félretéve, attól még az emberek ugyanúgy a pokolra jutnak. By the way, in his lifetime that practice was abolished. Egyébként még az ő élete során aztán ezzel a gyakorlattal felhagytak. And he was attributed in one sense with the ending of that, the abolishing of that. És bizonyos szempontból ezt neki is tulajdonították, hogy ezt a gyakorlatot végül betiltották. But not by making a social issue his priority, by making the gospel his priority. De ugye ezt nem úgy érte el, hogy egy társadalmi kérdést tett abszolút prioritásává, hanem az evangélium hirdetését tette prioritásává. So we want to be Christians who use culture to bring the gospel. Szóval mi olyan keresztények akarjunk lenni, akik a kultúrát felhasználják arra, hogy elhozzák az evangélium üzenetét. We're not trying to fix culture, we're trying to bring Christ. Nem az adott kultúrát próbáljuk kiigazítani, hanem Krisztust próbáljuk elhozni abba a kultúrába. But we know, when we bring Christ, culture changes. De azt is tudjuk, hogy amikor sikerül abba a kultúrába belevinni Krisztust, akkor az meg fog változni. I believe that. Én ezt hiszem. So we keep ourselves from sin within a culture. Szóval egy adott kultúrán belül tartózkodunk a bűntől. We recognize, however, that there are avenues we can utilize within a context, within a culture to bring Christ. De azt is felismerjük, hogy vannak bizonyos lehetőségek egy adott társadalmon belül, egy adott célcsoport vonatkozásában, amelyet felhasználhatunk, hogy elhozzuk nekik Krisztus üzenetét. Now let me just use one other kind of example of what I don't believe Paul's talking about here. Hadd mondjak még egy példát arra, hogy szerintem miről nem beszél itt Pál. I think that there are some who say, like, let me use an example. They say, hey, I want to reach a biker gang. I'm going to reach them for Christ. Szerintem vannak olyanok, akik például azt mondják, hogy vannak ezek a motorosok, és én ezt a bandát el akarom érni Krisztusért. So, how am I going to reach them? Akkor hogyan tudom őket elérni? Step one. Get motorcycle. Első számú lépés, hogy beszerzek magamnak egy motorbiciklit. Step two. Második lépés. Get a bunch of cool tattoos. Nagyon király tetoválásokat rakatok magamra. Get all, look all, skulls and things everywhere. Halálfejet, meg mindenféle formációkat. Or I'm a Christian, get everything in Hebrew, nobody knows what it means anyway. Vagy ugye keresztényként mindenféle héber dolgokat, vagy kínaiul magamra tetováltatok, valamit úgyse tudja senki, hogy mit jelent. They just think, and it'll say Jesus, but nobody will know, És ugye azt fogom héberül magamra tetováltatni, hogy Jézus, de senki nem fogja tudni. And then you
Vroom, vroom, right into your motorcycle gang. És akkor megérkezel ide a többi motoros közé. And you shouldn't be surprised if they laugh at you. De akkor nem kéne, hogy meglepetésként érjen, ha kinevetnek. Because you stick out, you know. Mert valahol messziről ordít, hogy külsős vagy. I got the motorcycle, yeah, it fell over when you tried to park it. You don't know what you're doing. Na de beszereztem a motorbiciklimet, tehát igen, csak aztán próbáltad odaállítani, és mindjárt szétesett, vagy hát nem tudod, nem tudsz vele mit kezdeni. Because it's not, listen, you're not meant... In reaching others, you're not meant to just abandon who you are. Ugyanis az, hogy másokat próbálsz elérni, ez nem úgy találta ki Isten, hogy akkor teljesen fordíts hátat annak, aki egyébként vagy. You are who you are. Hiszen az vagy, aki vagy. And God wants to use who you are. És Isten meg úgy akar használni, ahogy vagy. You want to reach a motorcycle gang? Respect them. Ha a motor bicikliseket akarod elérni, akkor tiszteld őket. You know, just, you know, maybe you go in there looking like howdy doody, you know, just normal, and you ask questions. Hey, I'm interested. I'm just curious about your life. Lehet, hogyha csak úgy simán odamész hozzájuk, mindenfajta előzetes átváltozás nélkül, és mondjuk elkezdesz velük beszélgetni, hogy mi van velük, és többet akarsz az életükről megtudni, lehet, hogy többre mész. Paul's talking about respect. Pál itt a tiszteletről beszél. You know, at my home church, my pastor, Pastor Chuck Smith, he reached a group of a generation of pot-smoking hippies. Mi az én otthoni gyülekezetemben az én pásztorom Chuck Smith, neki sikerült füves hippiket elérni nagy számban annak idején. He never smoked pot in his life. Pedig ő életében egy füves cigit el nem szívott. Never smoked a cigarette. He never drank any alcohol. He never went and saw a movie. Eleve egy cigit sem szívott el soha életében, nem is ivott alkoholt, még moziba sem járt. I don't think he knows who Led Zeppelin is, and he certainly never heard of Woodstock. Szerintem fogalma sincs arról, hogy ki Led Zeppelin, a Woodstockról meg aztán végképp soha nem hallott. He from a different time. Tehát egy teljesen más. But más idődimenzióból érkezett. But God chose to use him. És mégis Isten úgy döntött, hogy őt szeretné használni arra, hogy elérje a hippiket. Why? Miért? Because he respected them. Mert ő tisztelte a hippiket. He loved them. Szerette őket. You know, when you know their little church, these hippies started coming, no shoes, some of the guys, no shirts. Volt egy kis gyülekezete annak idején Chuck Smithnek, és amikor elkezdtek az ő kis gyülekezetébe járni ezek a hippik, megérkeztek mezit láb, meg van, amikor meztelen felső testtel beállítottak. And you know, they're coming into this beautiful church, and some of the leaders were like, the carpet's getting really dirty from these dirty people. És tudjátok, beléptek ebbe az igényes épületbe, és hát volt, hogy így a vének néztek egymásra, hogy egyre jobban összekoszolják a szép szőnyegünket, ahogy így mezítlábosan végig trappolnak. We need to tell them to wear shoes. Szóval szólnunk kéne nekik, hogy vegyenek már cipőt. And Chuck said, no, we need to rip out the carpet. És Chuck pásztor meg azt mondta, hogy nem, inkább a szőnyeget kéne kivágnunk. If we're worried about the carpet getting dirty, then get rid of the carpet. Mert ha már azon aggódunk, hogy piszkos lesz a szőnyegünk, akkor inkább szabaduljunk meg a szőnyektől. Now that's respect. Látjátok, ez a tisztelet. By the way, that's not why we don't have carpet in here. Just to be clear. Lábjegyzetként nem azért nincs itt konkrétan szőnyegünk. It's not like some Calvary, you know, it's not a Golgotha thing, no carpet. Tehát now. Ez nem egy ilyen Golgotás fontos elv, hogy nem lehet szőnyeg a gyülekezet épületében. What you see is what we got, okay? It's nem, just the way it is. Most egyelőre itt tartunk, ennyi. You know, but I love that. I love that when we say we care more about reaching people than we do about our buildings. De nekem ez nagyon tetszik. Who cares? Hogyha valaki azt mondja, hogy nekem fontosabb az, hogy embereket érjünk el, mint az, hogy most az épületünkkel mi van. Kit érdekel? You know what drew hippies to a man who was certainly not a hippie was respect and Jesus. És tudjátok, hogy mi volt vonzó a hippik számára egy olyan emberben, aki nagyon egyértelműen nem volt hippi? Egyrészt az, hogy tisztelte őket, másrészt pedig látták benne Jézust. Finally, somebody, a group of people who said, listen, we don't have to just keep doing things the way that church has always been done. We can change to reach people. Végre akadt valaki, aki azt mondta, hogy tudjátok, nem kell nekünk úgy tovább vinnünk a dolgokat, ahogy az egyház eddig is mindig csinálta. Esetleg változtathatunk is azért, hogy jobban elérjünk embereket. Why change? So we could be the cool, hip church? No. Verse 23. Miért változtassunk? Azért, hogy ilyen nagyon menő király gyülekezet legyünk? Nem. 23-as vers. I do this for the gospel's sake, that I may be partaker of it with you. Mindez pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban. You know, here at Golgotha, we kind of are in a love-hate relationship with those on the left and those on the right. Your left, your right, my right. Tudjátok, itt a Golgotában valahol egy ilyen szeretlek is, meg nem is kapcsolat él köztünk és azok között, akik mondjuk az egyik oldalon, vagy tehát mondjuk a jobb oldalon, meg a bal oldalon állnak. Those on the real kind of liberal side, or they're just the worldly side, they're young,
innovative, they've got loud music, but their message is just that old fundamental thing. Tehát most arra gondolok, hogy akik mondjuk kicsit liberálisabb dolgokat képviselnek így a gyülekezeti berkeken belül, úgy tekintenek ránk, hogy ó, nagyon sok a fiatal, olyan energikus ez az egész, olyan laza és fiatalos, tehát az üzenetük az valahogy megmaradt olyan kemény vonalas, tradicionálisnak. The other side, very traditional. Aztán a másik oldal, a nagyon hagyománytisztelő részei az egyházi berkeknek. They have to agree. Okay, the message is the message. It's the old gospel, straight up. But their style, ajajaj. Ők egyetértenek abban, hogy igen, az üzenet lényege megmaradt. Az evangélium, úgy, ahogy van. Jaj, csak a stílusuk. They have drums in their sanctuary. Még dobjuk is van itt a gyülekezeti alkalom alatt. Everybody knows that drums are from the devil. Mindenki tudja, hogy a dob aztán végképp az ördögtől van. And I believe that bad drumming is from the devil. Én úgy gondolom, hogy I do. Aki nem tud dobolni és azzal próbálkozik, az tényleg jobb az. It's just nothing more demonic than just banging. Mert ez tényleg démoni, amikor valaki csak püföli a dobszerkót. But good. So we will always have a mixed relationship with either extreme. Szóval mindkét szélsőséges ponton elhelyezkedőkkel mindig is egy ilyen kapcsolatunk lesz, ez a szeretlek is, meg nem is, és ez rendben is van. We will never change our message. De az üzenetünkön soha nem fogunk változtatni. Because we can, it's not our message. Mert nem is tehetnénk, hiszen nem a mi üzenetünk. It's been the same for 2000 years and it's working. Hiszen 2000 éve ugyanaz az üzenet, és működik. Never change a good thing and this is a perfect thing. És ez a dolog, ami működik, azt nem kéne sosem megváltoztatnunk, ez pedig önmagában tökéletes. But our methodology. Viszont ami a módszertanunkat illeti, needs to always be open to change. Ott mindig kell, hogy rugalmasak legyünk, nyitottak a változásra. Just because we did it one way doesn't mean we got to do it again that way the next time. Csak azért, mert egyszer egy bizonyos módon tettük, az nem jelenti azt, hogy a következő alkalommal ugyanúgy kell tennünk. That's what happens in so many churches is that God moves and then they just kind of formalize. This is how it worked when God moved. De sok gyülekezetben így történik, hogy egyszer Isten valamit nagyot tesz, és akkor hirtelen egy ilyen receptet gyártanak erre, és így kőbevésik, hogy akkor így fog itt Isten munkálkodni. These were the instruments we were playing, let's stick to it. Annak idején akkor ezeken a hangszereken játszottunk, akkor maradjunk azoknál. These were the clothes people were wearing then, stick to that. Meg akkor az emberek ezt és ezt a ruhát viselték, akkor maradjunk ennél. And then as a result, a new generation is less and less interested because it's just too outdated for them. És ennek eredményeként a feltörekvő generáció meg egyre kevésbé érdeklődik már az iránt a dolog iránt, mert olyan ódivatónak tűnik számukra. We want to be willing to change so as to reach people. De tudjátok, mi szeretnénk hajlandóságot mutatni a változásra, hogy elérhessünk embereket. And sometimes that means having a loud concert with demonic drums. És ez néha azt jelenti, hogy nagy hang hangos koncertet rendezünk ilyen démoni dobokkal. Other times it means classical music. Máskor meg ez épp klasszikus muzsikát jelent. Whatever, we just want to reach people. We'll do whatever. Bármit, mi csak szeretnénk elérni az embereket. Message won't change, but we'll do whatever. Az üzeneten nem változtatunk, de bármit megteszünk. We need to be willing to adjust always. Tehát hajlandónak kell lennünk mindig arra, hogy igazodjunk. And even in our own movement, we need to be willing to adjust. In our own church, in this church. És igazából a saját gyülekezetünkön belül is erre hajlandóságot kell mutatnunk, hogy igazodjunk, változzunk. You know what happens is we're younger when we get saved and we have a certain style of music and that's okay, but then as we get older the style changes, the music gets louder and we say, oh, that can't be from God. Tudjátok, az történik, hogy még mondjuk fiatalként megtérünk, és akkor van egy bizonyos fajta zenei stílus, amihez hozzászoktunk a gyülekezetben, és ahogy eljár fölöttünk az idő, mondjuk esetleg a zenei stílus is változik, vagy egyre hangosabb lesz, és akkor már azt kezdjük elérezni, hogy ez nem lehet az Istentől. Well, don't assume that if you like it, it's God, and if you don't, it's not. That's weird. De ne így gondolkodj, hogy azért, mert neked tetszik, akkor az Istentől van, ha meg nem tetszik, akkor nem lehet Istentől. Tehát ez egy kicsit furcsa gondolkodás. My son was listening to this band, and it was just super loud. Az én fia aminap valamilyen zenekarnak a zenét hallgatta, rettenetesen hangos volt, ordítottak. And I turned around, I'm like, what are you listening to? És oda fordultam hozzá, és megkérdeztem, hogy te mit hallgatsz? This is great Christian band. De ez egy nagyszerű keresztény csapat. I couldn't understand a word, so I read the words. Egy szót nem értettem belőle, úgyhogy utána olvastam.
Better than énekelnek. Better than a lot of stuff out there. I was impressed. És nagyon minőségi, tehát teljesen lenyűgözött igazából. And then I put it on my iPod now. Jó volt, jó, és most már az én iPodomra cool is. No. Most az én iPodomra is felkerült ez a muzsika, mert annyira menő vagyok. Nem. Biztos nem azért, nem. No, I thought that's if that's how they're gonna if that's an expression, that's a good expression. That's real. That's genuine. I like that. Hát aztán arra gondoltam, hogy ha ők így fejezik ki magukat, meg a kereszténységüket így élik meg, jó formában öntötték, és ez nekem tetszik. Yours and mine acceptance of something doesn't make it genuine. Tehát csak azért, mert te valamit elfogadsz, vagy mert én valamit elfogadok, nem ettől lesz az olyan valóságos. What's the message? Hanem attól, hogy mi az üzenet. Go to the message. Az üzenetet kell megnézni. The message is right. Praise the Lord. Ha rendben van az üzenet, dicsőség az Úrnak. Do you not know, verses 24 to the end, that those who run in a race all run, but one receives the prize, running away to obtain it? 24. Nem tudjátok egy, aki versenypályán futnak, minnyáján futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Everyone who competes for the prize is temperate in all things. They do it to obtain a perishable crown. We for an imperishable crown. Akik pedig versenyben részt vesz, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlan. So I run, not with uncertainty. I fight, not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it to subjection, lest when I have preached to others, I should be disqualified. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok magamat, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. All right, let me just say a few things. We're short on time. Kezdünk kifutni az időből, úgyhogy csak gyorsan néhány dolgot. First of all, Paul's saying here, be consistent. Először is Pál azt mondja, hogy légy következetes. You are in a race. Mert egy versenyt futsz. Sometimes I use an analogy of the race and I'll say, don't be a bystander. The truth of the matter is, if you are in Jesus Christ, there are no bystanders. Néha szoktam egy ilyen példával élni, hogy vannak, akik futják a versenyt, és te meg ne legyél olyan, aki a partvonalon ácsorog. De ha úgy igazán megvizsgáljuk, lényegében mindannyian keresztényként egy versenyt futunk, ez tény. You're in the race already. Eleve már benne vagy a versenyben. So are you running it? Szóval a kérdés az, hogy futod-e ezt a versenyt? Did the gun go off and you're like, hogy az van, hogy eldördült a lövés, és te még mindig ott ácsorogsz a rajtvonalnál. Sitting there, you know. Go, everybody else. Hajrá, szurkolok a többieknek. No, you're in the race. De hát te is versenyben vagy. Run it. Fúss meg. Don't run, listen, don't run in increments. Run for the long haul. Ne az legyen benned, hogy na, egy kicsit futok, aztán majd lesz valami, hanem akard végigfutni az egész hosszú távot. What if you saw a marathon runner and he just like, you know, the marathon begins and he takes off like it's a 100-yard dash. ez mi lenne, hogyha egy maraton futónál azt látnád, hogy eldörül a lövés, és elindul, mintha ilyen 100 méteres síkfutásra készülne. And then he's like 100 yards and he's like, oh my, and he just lays down. És fut, és mondjuk ezt a 100 métert megteszi, és utána azt érzi, hogy elhagyta minden ereje. Water, you know. Vizet. And then everybody just starts jumping over the guy who's running the normal race. És mindenki más, hogy egy normálisabb tempóban a maratonra készülve, szépen átugrik fölötte. And he gets his strength back, and he gets up and he runs another 50 meters. És összeszedi az erejét, föláll, és akkor megint 50 métert lesprintel. And you think, there's got to be a better way to run a marathon. Az ember óhatatlanul arra gondol, hogy tényleg, tehát csak van jobb módja is egy maraton megfutásának. A lot of Christians are running this way. De sok keresztény így futja meg a versenyt. You take off for Jesus. Hogy elindulsz ezerrel Jézusért. Woo, Jesus! Azt a Jézus, és mint akit puskából kilőttek. 100 yards down the road, you're like, oh, I just can't do it anymore. És aztán 100 méter után azt mondod, hogy hát nekem ez már nem megy. So hard to be a Christian. Olyan nehéz kereszténynek lenni. But you wore yourself out in the first 100 meters. Hát igen, az első 100 méterben sikerült kipurcantanod magad. It's not a short race, it's a long one. Pedig ez nem rövid távfutás, ez nagyon hosszú. And what happens is a lot of Christians, they give, I'm going to give it all, and they give 100% for 2 days, and then they go back into this cycle. They fall back into their carnality. It's back into the pornography, it's back into the drugs, it's back into the alcohol. És az történik sok keresztényen, hogy elstartol egy ilyen nagyon nagy lendülettel, és akkor 2 napig 100%-on éli a keresztény életét, és utána visszaesik a régi dolgokba. Vissza a pornográfiához, vissza a kábítószerbe, vissza az alkoholhoz. And then they come out of, oh, I know I was wrong, a great day of repentance, 2 more days of running, and then the cycle starts over. És aztán ebből kimászik, van egy nagyon jó napja, amikor megvánja a bűneit, tovább megy, 2 napig megint működik, és aztán kezdődik előről ez az ördögi kör.
Consistency. A következetesség. Run the race consistently. Fontos, hogy kitartóan fussuk meg a versenyt. It's a marathon, it's not a sprint. Tehát ez nem sprint, ez maraton. Paul also says run to win. Pál azt is mondja, hogy úgy fussuk meg ezt, hogy a fejünkben már ott van, hogy győzni akarunk. If you're gonna run, run to win. Mert ha már futsz, akkor azért fuss, hogy győzz. You see those people running the Boston Marathon, the New York, you know, there's thousands of people. Biztos láttatok már ilyet esetleg a Bostoni maratont, a New Yorki nagyszabású maratont, amikor több ezer ember fut az utcákon. Thousands of them, they just wanted to get the t-shirt, you know, I ran in the Boston Marathon. És egy csomó ember igazából csak a pólóért nevezett be, mert egy ilyen pólót kapnak, hogy végig futottam a Bostoni maratont. You know, they get on TV, they wear a Superman outfit, you know, so right now just, vagy you know, nem a pólóért, csak van egy ilyen nagyon-nagyon jó kis szupermodern szerkójuk, amit szeretnének a tévében a világnak they is megmutatni. They got those hats that have the two beer mug things you can put your, you know. Vagy egy nagyon vicces kalapjuk van két sörös korsóval. You know, they're drinking beer the whole race. És közben szépen sörözgetnek, vagy futják a maraton. Some of those guys, you look at them and you say, that guy is not finishing 2 miles, let alone a marathon. De van, akinél, így nézed a versenyzőket, azt mondod, hogy hát ő szerintem egy ilyen 3-4 kilométer után kihull a sorból, biztos, hogy nem fejezi be. But at the front of the pack, viszont aki ott nagyon az élbolyban van, is a group of people, ott azért van egy olyan csoport, from Kenya and Ethiopia, akik Kenyából és Etiópiából érkeztek. Estonia, you know what I mean? Mondjuk Észtországból is, mainly például. Kenya and Ethiopia. And these guys, they don't got the hat with the beer on the sides. De ha megnézed ezeket a kenyaiakat, etiópiaiakat, na nekik nem sörös korsó van a kezükben, meg nem ilyen vicces kalap a fején. They are, you look at them and you go, that guy's not only going to finish, but he's a competitor. Nem, ő ránézel, és azt mondod, hogy ez a fickó nem csak, hogy végigfutja, hanem ez egy komoly verseny társ. Paul says, live your Christianity like that. Pál azt mondja, hogy na így éld a keresztény életed. Be in it to win it. Azért fuss, hogy megnyerd. You're not competing with each other. Viszont nem egymással versenyzünk. This isn't your competition. Tehát ezek itt nem a versenytársaid. No. Ultimately, you're kind of competing against yourself. Alapvetően valahol azért önmagad ellen versenyzel. Will I be faithful? Hogy hűséges leszel. Will I be obedient? Hogy engedelmes maradsz-e. Will I give all? Hogy mindent beleadsz-e. You know, will I run it with integrity? Hogy tartással viszem végig az egészet. Run to win. Azért fuss, hogy nyerj. And in the running, we should not only be concerned about winning others to Christ, but our own personal walk with Jesus. És tudjátok, ahogy futunk, nem csak azzal kéne foglalkoznunk, hogy másokat megnyerjünk Krisztusnak, hanem azzal is, hogy mi hogyan járunk Krisztussal. Winning others to Christ is an overflow of being close to Christ. Mert ha én közel maradok Krisztushoz, annak a természetes folyamánya lesz az, hogy megnyerek embereket Krisztusnak. You should be living your life in such a way that at some point maybe somebody will come and they're just going to be attracted to who you are as a person. Úgy kéne élned az életedet, hogy egy adott ponton esetleg ha valaki betoppan, akkor azt találja vonzónak, amilyen te emberként vagy. Run to win. Azért fuss, hogy meg is nyerd. Some of you are thinking, I don't want that kind of Christianity. I don't need to be radical. I'm just gonna, you know, go to church and, you know, that's enough. Tudom, hogy egyesek közületek azt gondolják, hogy én nem erre a fajta radikális kereszténységre vágyom. Én kis békére, nyugalomra, én csak eljárok gyülekezetbe, és nekem ez elég. You know, there's no such thing as radical Christianity. De tudtad, hogy nincs ilyen, hogy radikális kereszténység. It's not in the Bible. Ilyen nincs a Bibliában. Paul didn't say, if you want to be a radical Christian, turn to page 42. If you just want to be carnal, stay here. No. Pál nem azt mondta, hogy ha radikális keresztény akarsz lenni, akkor most lapozz a 42. oldalra. Ha meg ilyen testies keresztény, maradj itt. There's no such thing as radical Christianity. Nincs ilyen, hogy radikális kereszténység. There's only degrees of obedience. Csak az engedelmesség fokozatai vannak. Be obedient. Légy engedelmes. Just give all. Adj bele mindent. 100% obedient. Légy 100%-osan engedelmes. I'm radical and no. It's about being obedient. Nem erről szól, hogy ki mennyire radikális, hanem arról, hogy legyünk engedelmesek. God help us to change the city. És az Úr segítsen nekünk abban, hogy meg tudjuk változtatni ezt How? A várost. Hogyan? By being changed. Úgy, hogy mi magunk változunk. And then letting that spill out. És aztán engedjük, hogy a természetes folyamánya legyen ennek az, hogy a városban emberek megtérnek. Let's pray. Imádkozunk. Lord, I thank you for your word. I thank you for the example of Paul, and most importantly, I thank you for the example of Jesus. Uram, köszönjük a te igédet. Köszönöm neked Pál példáját, és ami a legfontosabb, Jézus példáját. Lord, we do want to always be learning how to better relate within our culture. Uram, mindig szeretnénk odafigyelni arra, hogy hogyan tudunk jobban kapcsolódni az emberekhez az adott kultúránkban.
so that more might know Jesus. Hogy még többen megismerhessék Jézust. And Lord, at the same time, we want to be aware of our own heart before you. És ugyanakkor szeretnénk odafigyelni a saját szívünkre is előtted. That we would not disqualify ourselves in the process of preaching Christ to others. Hogy ne diszkvalifikáljuk magunkat a versenyből, miközben próbálunk prédikálni másoknak Jézusról. No, Lord, let our witness be the overflow of our life with you. Hadd legyen a legnagyobb bizonyságtétele az az életünknek, hogy veled élünk. Bless us, Lord. Áldj meg bennünket, Uram. Strengthen us, Lord. Erősíts meg. Where we are weak, Lord, come and build us up. A gyenge területeinken gyere, Uram, és erősíts meg we bennünket. Need you. Szükségünk van rád. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. 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 God bless you and God be with you guys this week. Isten áldjon benneteket, és az Úr legyen veletek ezen Have a héten, és legyen nagyon szép hetetek. Hey guys, thanks so much for watching Golgotha TV. Really hope and pray that the Word of God has been a blessing to you through these messages. And it's really our prayer that this year it'll continue to be a blessing into your lives. We know that there are many people who don't come to the building but watch online. We're so grateful for each one of you. And what I'd like to do is just take this opportunity to let you know about something available to you, and that is, as it's tax season, the 1% that you can give to a church or a foundation is now available, and we'd like you to pray about giving that to the church this year, especially if you feel like this is your church. The information is on the screen. If it's in your heart to do, God bless you. We love you. Have a great day.